felkészülési folyamat tulajdonképpen elég hosszú volt, hiszen már legalább egy jó másfél hónappal előtte tudtam, hogy én be fogok ugrani a Szőkeciklón című előadásba. Rejtőjenő vagyok! Persze, én meg a PH-on vagyok. Maga a felkészülés az nem vett igénybe, meg ez nem volt megterhelő. Az ember odafigyel, hogy ez beossza, hogy tudja, hogy ezt a szöveget meg kell tanulni, hogy milyen szinten kell tudnom ahhoz, hogy utána az X próbával fogjak tudni kezdeni valamit. Hiszen amikor 6 hét egy próba folyamat, akkor 6 heten van a szöveget megtanulni, a hozzávaló mozgást, szituációkat felépíteni, illetve ugye itt még dalok is vannak, tehát dalszövegek és dallam is, illetve kicsi koreográfia is, illetve itt még az is nagyon fontos, hogy több karaktert kell megformálni, és hogy tulajdonképpen mi díszletezzünk végig az előadás folyamán, mi kellékezünk, tehát ez egy kicsit összetettebb, komplexebb előadás, mint egy átlagos előadás, tehát hogy ezt 6 hét alatt ugye az ember szépen lassan, ha akarja, hanem azért megtanulja. Mivel tudtam, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, tudtam, hogy erre muszáj lesz jóval előbb elkezdenem felkészülni, és hát én eljártam énekórákra, az énekmesteremhez, megpróbáltam a dalokat megtanulni, hogy mire oda jutunk, hogy próba van a többiekkel, akkor ne azzal kell foglalkozni, hogy hova megyek, mit csinálok, meg mi a szöveg, hanem már tudjak az utolsó simításokkal foglalkozni. Nagyon-nagyon jó dolgom volt, mert a partnerek nagyon segítőkészek voltak, Szente Vajk rendező is, és a többiek pedig nagyon vigyáztak rám. Igazából maga a beugrás tekinthető úgymond megterhelőnek, ha mondhatok ilyet, mert nagyon kell koncentrálni, és azért azt az ember megtapasztalhatja, hogy ha koncentrál 10 perc, fél óra, egy órán keresztül, az utána milyen erős hatással van az ember, hogy attól nagyon el lehet fáradni, de igazából ennyi. Ennyi volt a megterhelés.